Mit beszélsz, Lorenzo? Én nem várok kisbabát. Flor. Dominimo. Mit keresel te itt? Csak az újságért jöttem ki. Igen, és más nem keresel véletlenül? Nem, úgy tűnik, hogy... Takarmány ára az egekbe szökik idén. Egy vagyomba kerül majd a kenyér. Aj, drágám, ne vedd ennyire a szívedre. De igen, mert most egy csomó szegény ember éhen fog pusztulni. Jól vagy, kicsi? Nézze csak meg, hova néz bácsi arcát. Csupa ránc szegény. Az újság azért erősen túloz. Nem, muszáj elmennie. Igen, eléggé valószínű. Ne, Dominimo, ne utazzon el. Maradjon velem itthon. Mit képzel? Nem láttad, hogy nem a tiéd? Miért ütöd bele az orrod? Maria, te megőrültél? Megmondtam, hogy elbeszélgetünk, így is lesz. Egy szót sem olvastam el, ne aggódj. Még szép, hogy nem olvastad. Fraulein Rosita, tudom nyokkit készíteni? Úgy, hogy mind a 10 ujját megnyalja utána. Ja, akkor fejezze be, amíg én felszemlem az ujjart. Úgy szeretek új ízeket kóstolgatni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen a Gréta féle változat. Na jó. Jó. Akkor én befejezem, maga pedig felsepem, jó? Remek. Imádok sepregetni. A sepregetés és az éneklés a két kedvenc tevékenységem. Mindjárt rá is zendítek Nino Bravo slágerére. Szabad vagyok, mint a nap, mikor felkel, mint a tenger, amikor... Én megöllek! Még nem biztos, de valószínű, hogy elutazom. Érts meg! Mikor nem értettem én meg, és mörem én az ilyet, meghalt a király, éljen a király, repüljön a Krigor ablányba. Krigor agán király a haldoklik? Nem, Gréta, súlyos az állapota, de ez minden. Ez minden. Szegény király agonizál, a kínok kínját éli át, maga pedig lerendezi annyival, hogy ez ezért minden. Ezért kell meglátogatnom, megértesz végre? Mikor nem értettem én meg magát, Dominimo, mikor nem? Olyan fáradt vagyok, olyan kimerült és olyan szomorú. Nem akartalak. Hová lesz ennek az országnak a királysága? Hol van az én tortám? Hol van a tortám? Micsoda erkölcsi hanyatlás. Micsoda igazságtalanság ez az én kis lelkemnek. Milyen méltánytalanság. Megőrültél, miért tört beléd? Mit keresel itt, áruló? Ellenőrizlek. Hát te mekkora hazug vagy? Az nem. Azért jöttem, hogy megnézzem, hogy állsz. Egy rossz lépés, és mindenkit veszélybe sodorsz. Ennyire hülyének nézel. Azt hiszed, nem tudom, hogy a cselédet akarod tőlem védeni. Jó. Még meglát valaki elengedni? Mondjad. Egy másik férfi tolvár gyereket. Most jöttem ki az ágyadból. Sose lesz a tiéd. Neked velem kell lenned, Lolo. Jó. A cseréd szerencséje nálam is beüthet. Ne keress, és fegyelmezd magad. Te ne keress, mert még belém botlasz, te idióta, tűnj innen! Ne hibázz! Te ne hibázz! Esküszöm, Bonnie, esküszöm, hogy egyfolytában tárcsázom a rendőrőrsöt, de senki sem veszi fel. Már áthelyeztek a veszélyes börtönlakók szárnyába, és azt mondják, hogy senki nem keresett. Nem, ez nem igaz életem. Én egyfolytában érdeklődöm felőle. Tarts ki, kedvesem, tarts ki, már is hívom az Emberi Jogok Bizottságát, és küldök rágtálni valót, jó? Köszönöm. Ezer köszönet, királyném. Na, hagyjon békén, ne vegyél akadlót, nekem jogaim vannak. Garcia szigetére küldjék, jó? Ahogy megbeszéltük. Jaj, szerencsétlen idióta. Te meg mit ücsörögsz itt? Miért nem dolgozol? Ma vasárnap van. Ó, tényleg, Kínában minden nap dolgoznak, és lám, hol tartanak? Na, ez van, mars. Jó, kitűnő, már is oda megyünk. Szervusz. Beszélünk Maximóval. Maria, ne szólj! Hogy Franky, nem érzi jól magát? Múlt éjjel nálam aludt, mert az apukája annyira nyomás alatt tartja. Ebből elég volt. Beszélünk Maximóval. Micsoda? Hogy Maximóval? Ezt mi is el tudjuk intézni. Egy pillanat, te meg lódulj. Nem fejeztem ki magam elég világosan. Bármikor benézhet a test egész felületére kiterjedő feszültségoldó kezelést kapott. Köszönöm. Gyerünk. Hálátlan tuskó, te meg tűnj el innen. Jössz, húzd Dolcsival, tovább voltál bent. Csendenjen, csotrogány. Csotrogány? Nem az én hibám, hogy lenyúlták a fiúdat. Te annyira szörnyű vagy! Ez az apárium vize volt, te ebihal!
Roberta. Jó reggelt. Mit keresel itt? Semmit. Éppen... Figyelj. Amit te tegnap... Lukásszal beszéltél, hallottam. Mit hallottál? Hát... Hallottam, hogy engem szeretsz. Na de... Dehogy, szó sincs róla, dehogy is, miket beszélt, de... olyan vagy te nekem, mint a testvérem. Roberta, ne hazudj már. Lukász mondta, hogy te Martint szereted. Martint? Martint szeretem? Bonnetet. Bonnetet? Martin Bonnetet. Na de ő vagy 7 évvel idősebb nálad, ez lehetetlen. Épp ezért maradt látóim nagy, ne árul de senkinek. Rendben. Jól van, megértelek. Megértelek, mert egy cipőben járunk. Azok, akiket szeretünk, elérhetetlenek. De akkor se tudom elfelejteni, nem tudom kivenni a fejemből. Én se tudom. Úgy szeretném, ha testvérként tudnék rátekinteni. Úgy, mint rád, minden sokkal könnyebb volna. Szerinted nem? De... Én is ugyanezt szeretném. A kérdés az, hogyan? Hogyan? Vasárnap mindig jön a depresszió. Nem tudok tovább itt lakni. Így nem. Talán fáradjunk át a dolgozószobámba, hogy nyugodtabban beszélhetünk. Rendben, egyetértek. El nem mozdulj innen. Miért nem aludtál tegnap otthon? Nincsen jelentősége. Azt akarom mondani... Gyerekek! Jaj, micsoda boldogság, hogy babát vársz! Hadd halljam a hangját! Rúgdass már! Mondd már valamit! Jaj, olyan izgatott vagyok, micsoda boldogság! Azt már tudjátok, hogy milyen színű lesz? Tőled van egyáltalán? Mi az? Kérlek. Jól van, nincs valamire szükséged? Semmire? Nincsen, minden rendben, nézd, mit hoztam, kis törlőkendőcskéket, így kell használni, érted? És itt vannak ezek az előkék, a kéket, ha kisfiú, a rózsaszint, a kislány, ezt pedig mindegy, ezt nem tudom, hogy kell. Hát nem cukik, összeállítottam egy névlistát, a Bernadette-hez mit szólnátok? Olyan Flor, eredeti. Nem gondolod, hogy egy kis idő még hátra van? Egy kis idő, a baba már bent kucorog a pocakban, meg kell kezdeni az előkészületeket, mindössze 9 hónap maradt, vagy mindent az utolsó percre hagynál, persze, férfi, jellemző. Felicienta, mondd, jól érzette magad? Igen, Greta. Micsoda botrány! Szégyenletes! A krumplinak, a répának, az uborkának, az egekben az ára. Nem veszitek észre, minden olyan drága. Hogy fognak itt felnőni a gyerekek? Mit fognak enni? Mit fognak enni ennek a világnak a gyerekei? Most meg mi baja? Teljesen világos. Itt bizony egy babát rejt a ruhás szekrény. Vízhólyagok, vízhólyagok. Még a tenyerem is berepett. Belehalok a szégyenbe. Jaj, Greta. Mindent felsebertem, amit kértél. Ja. Mi az? Miért vágsz ilyen képet? Azért, mert én biztos vagyok abban, hogy Floriscienta gyereket vár. Nem. Én már láttam egy csomó terhes nőt, és ő bizony cseppet sem olyan. Aber én különösen ismerem a nőket, és Floriscienta bizony, hogy vár. Nem. Volt orvosnál, megcsináltatta a vizsgálatot, és az eredmény negatív lett. Tehát, ha nem, akkor nem. Nein, nein, nein.